társtestvéri nem. Úgyis nem rabolok, mi nem. Van elég víz a kútba? Van. 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 És van itt is. Ezt használják, ezt a kútat? Ezt csak öntözni. Öntözni, aha. Hát ez legfinomabb víz volna, csak ki kéne takarítani és helyreállítani a kútgémet. Láttam, hogy el van. Lebont, be van omolva. Azt kéne. Igen. Kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Azt mondja az ének. Igen. És jól mondja az ének. Gáborba úgy énekeli. Madaras Gábor. Madaras Gábor. Igen. Most paraszkodik a bácsi, hogy az éjjel kikötötte a kutyát, némén rájártak a vaddisznók a veteményes. Tehát elszaladt kutya láncostól minden estől. Reggel otthon kaptam. Otthon kaptam meg a kutyát. Jövök, hogy még van itt néhány hagymaparánt öntözzem meg, végeztük a répát. Uh-huh. Van ami dolgozni akkor. Van. Most már mindjárt én a füvet. Húzom fel akkor. Az a beszéd. De ügyeljen, mert esünk mind a ketten, mikor felállnak. Az olyan nehéz, hogy az mindig só. Ja. Isten őröz, hogy kelljen forgatni. Hát miért nem tudok? Mert itt a térdemben nincs erő, hogy kapaszkodjak. Hát nem tudom, mennyi kilós vagyok, de hát már fogytam, mert nyárára kell fogyni. Még a macskák is nem esznek, úgy lefogynak nyárára. Azért nem esznek, hogy fogjanak le, hogy... Mert ha kövérek, akkor melegjek van. Melegek van. Mondom, menjenek az árnyékba. Így. Nincs egyéb dolgok. Jó. Így. De itt kihúztam, hogy kerestem azt a könyvet, nem tudom hova tettem, tudja jó Isten. Amelyikben benne van Jézuska. És nem tudom hol van. Tudja az jó Isten, hova tettem. Né, itt a menyemnek a szivargyújtós, a gyufos. Ez az én képem. Esze van már hajolva. Már szürkültem, régebb volt csinálva. Jaj. Ne öppél, mert nem bántlak. Meggyűlt me. Itt a pálinkát maguk. Nem mond ki van tényleg, de mint fénykép ez a Jóska bátya. Aztán abból a fényképekből látunk, aztán ne. De nem látunk, de nem hallunk. Hozunk Polinini, hát ha sikerül. Lehet ebből fényképet is? Szeretném meglátni a tiszteletes asszony, kicsi fiúkát. Remélem, épp most beszéltünk, hogy jöttünk erre föl, remélem a nyáron kijutnak ők is. Most már akkora a kicsi, hogy őt is merjük hozni. Mennyi idős? 2 éves lesz most a nyáron. Hú, hát akkor már szép. Lesz. Most már lehet. Mászhat ő is fára most már, igaz? Igen, biztos. Igen. És neki is pont olyan haja volt, mint a maguk Gyulusának. Valamelyikszer a fiam jött Csokfaláról egy másikkal, már egy kicsit régebb volt. S, ha, jöttek ásni ide a kertben. Ott volt a medve, és ha két bocsó, ott mind hengerészet. Ő is ott
nem mozdult, hogy a bocsok érjék utul. Aztán azt mondja a fiam Gyulu a másiknak, hogy gyere, mi haladjunk, mert jobban járunk a biza. De hát mi éjjel nem lássuk, nappal nem jött ide, de itt túl, ahol mennek a szerdőn Bécsok falára. Hát egy isnyókat egyszer elvitte, ennek belül kibontotta az oldalás. Kettő volt, két nagy, a kisebbiket, egyik kisebb volt valamivel, 70 kiló forma. Levette, annyi esze volt, csak annyi három hevedelt vett le, hogy ne tudjon kifutni mellőle, mellette. Tudja elkapni a törmét. Ez nem voltam itthon azon néhány. Én nem bánom, hogy... Bevitte a kertet, leverte, bevitte az eltre. Most, amíg nem volt ott, megmaradt a vele. Kicsi cellerkutya volt, aztán már úgy meg volt jedve, nem tudott szóhoz se jutni. Hát még én is megjön, mi is megmegyünk a medvétől, hát egy kicsi cellerkutya. A medve nem játék. Nem. Gyula bácsi. Nem volt baj, ott nem, megmaradt a vetemény. Ha meg ki van tömve, az játék. Az játék. Fenszóváltan csak az. A telepen. Ez Csabi. Csabi. Közben. Ezt látta, tiszteletes úr. Igen. Ott itt van, csak Gyulus igen. Nem. Eztet. És ez én a leánykori kép. Hát még volt nagyon itt szép sok kép, de... Ez a kicsengetés. Hát akkor ilyen volt a divat, hogy így koszorúban aztán volt olyan is, hogy egész kép volt. És ízélve, minden mucskos, vagy mi van ese valaminek. Hogy le volt ereszve így elől, elébébe hajam. Hát akkora hajam volt, hogy Szent György, amikor leeresztettem. A méliányoknak. Hát azt mondják, hogy megigézzük, azt mondja. Megigézzük akkor a hajam. Méliányok koszorúba szokták tenni a hajak. Hát már elment minden. Erről is van egy nóta. Gyula bácsát lássuk, ezt is tudja? Mi? Akkor szép a magyar lány. Mikor koszorúban a hajam. Ugye? Ugye? Gyula bácsi sok nótát tud. De tud énekelni, jó? Igen? Még nem hallottam Gyula bácsi. Igen, szeretnek. Néha énekelgetnek? Akartam menni kántornak, nem engedett apám. Nem. Én már nem tudok jól, mert mi vagyok rekedve. Nem is tudok. Nem. Hanem annyi. Már nem is tanulom meg. De én hallom, hogy szép hangja van Póli néninek. Csak volt. Én hallom, hogy szép hangja van. A már jó. Segítünk, na. Jó? Segítünk. De Isteni ez az én szeretet. Hogy mondják? Ha tudjuk, segítünk, ha nem vezényelünk. Úgy. Mutassák az útot. Mutassatok útot a sűrű erdőbe. Látod a patrén. Nekem elég Gyula bácsi. Köszönöm szépen. Én tudja, hogy én ritka volt az is, amikor itt elfogadtam. Ez elég. Köszönöm szépen. A második meg volt, amikor belekortyultam. De most a kocsi van valahol, kocsi? Igen, fent hagytuk. Szegény örökké ott marad az elmény. Igen, ott marad. Itt éppen elmentek, és mi jöttünk vissza. Bánatosan, hogy mennek el, itt voltak mint. És akkor valahogy az unokánk lett. Csinált erre minket, de hát mentünk ki, éppen itt a domban, itt a kapunak. Bánatosak ugye, amikor megy el a család? Hát ez csinálja, hogy hát mit csináljunk, ha elmentek. Azt mondja Rakan neki, ne bőgjen, mert még jövünk ki. Gondoltam, nem értetek, sírunk. Látom, van házszámuk. 16. Hány ház volt itten? Hány házszámot számoltak itt annak idején, amikor... Hát itt azt mondja, hogy... Többen éltek még Borzondon. Éltek, ez a Jancsiba egy, Ferdi bike 2, Peti bike 3, Pista bike 4, Pali bike 5, Minya bike 6-on. Smarton bike, az hét, a téglaház, Smarton bike. 7 volt itt, 7 lakó. Aztán Örményesben ott is van 4-5. Hegyi János nem lakott a Sziklásra, csak a hely volt az ő? Az a Petiben Hegyi Jánoséki volt ott, ahol van a Vaszkóshoz az iskolán fej. Ott volt már a pásztorházak. Békötöztek, de azokból se nem él itt sem. Uh-huh. Mire már vették észre, hogy nem tudnak dolgozni, akkor már bémentek. De nem éltek sokat ott. Valaki itt maradtak volna, többet éltek volna. Meg lehet, hogy azt akarom mondani, valaki kijött ide, és azt mondták, hogy ha Póli néni maga, ha bejönne Szent Győrre, maga nem élne egy hónapon túl. Milyen maga világon? A blokkban megbalondulna, azt mondja. Igen. A blokkban. Akkor még jöttek Havadról több ilyen hatodikosok, hetedikesek,
egy csomó fiú is, leánka is. Havadra. Azt mondják, hát hol veszünk gyógyszert? Mondom, mi nem veszünk gyógyszert, nekünk nem kell. Azt mondta egy fiúcska, akkor nyílt az akácsot a jó szagja. Nehol a gyógyszer, itt nem kell gyógyszer, nem is eszünk. És akkor egy háznál még úgy hoztak árut is, hogy csináltak bótot, hogy itt a kertésnek az apósánál, itt a vénházban. Nekünk a gyermekek hoznak. Ahol dolgozunk. Na, a vasútról mikor szabadulnak. Ami szükséges, igaz, ők hozzá. A kenyér a legjobban. Ők hoznak. Aztán ilyen cukrot vettünk az ősszel a borba többet, egy zsákkal akartunk. Nem volt zsákos, és kimérjük. És abból annyi megmaradt, hogy nekem elég, ameddig még egyszer, ha megérjük, lesz szüret, akkor esmény veszünk. Borzont volt a központ valamikor itt akkor? Ugye? Hát volt harang is. Volt. Ott a sarkon lenne az iskola. Istentiszteletek is voltak? Járt ide valamelyik lelkész? Igen. Jár Szentgyörre. Ott itt papunk esperes paradió születés volt. Az úgy megrakadt, hogyha nem tudtuk a leckét, mert jobban féltünk tőle, mint a tanítótól. Adta a magyarul, akkor verekedtek a tanítók is. Nárpálcával. Seprinyélve. Nárpálcát bekentük fokhagymával. Mielőtt nem mentünk haza, a tanítóni nem vette észre. Mikor reggel, másnap reggel mentünk, ezerbe volt szakadva az asztalon. Na, ahol nem verekedett többet. Nem, nárpálca volt. Meg volt a magukhoz való esze akkor Gyula bácséknak? Na, békentők fokhagymához mindössze. És olyankor az elrepeszti? Még ezerbe hasadt. Mikor egyet ütött a partra, már repültek, mint a pillangó. Akkor ezek hoztak picfaveszőt. Mikor egyet ütött a partra, az is elrepült. Na. Szép vagy. Kövi. Egyet muszáj hagyni az anyjának, mert ha nem búsul. Jújjá. Még van egy pont a férdén. Lábai fehérek, egyet sárgás feket. Visszaviszlek, ne félj. Ne úgy kapaszkodik, hogy eszik, jó? Véti az életítő is. Na, ez azért van behajtva, nézem, mi van behajtva, hogy itt van, hogy szent hitünkről vallást tettünk. Konfirmáció éve. Igen. Igen. Ameddig Jézus él, azt tudják-e? Ameddig Jézus él, addig ő segél. Na, csináltam. Nem bánt, nem tudja. Nem bánthat gond és félelem, ő van mindig velem. Szegények voltatok, mégis tudtál hangszerhez jutni, és megtanulja? Szegények voltak, mi nagy gazdák voltunk. Hogy csekedik? Hát ez igaz. Száz kalondja búzán fejül volt. Nekem? Száz kalondja búzán fejül. De mi sem hartunk meg étlen. Alakó, rózs, árpa, törbúza. Olyan földek voltak sok, hogy 6 szekér törbúzát tudtunk már... egy földbe haza. Csak 10 éves voltam, mikor az ilyen nyelvvel megtanultam. Ez sem minden második nap sütött. Aztán úgy csinált, hogy este megdagasztotta hideg vízzel, reggelre csak gyújtott be a kemencébe, és rakta be. 12 dolgos volt minden nap a mezőn nekünk. Azt kellett fizetni. És akkor engedték, hogy a szegény legényhez, férhez menjen? Igen, nem kérdeztem. Most is szegények vagyunk, de nem baj, mert jól élünk, meg vagyunk. Az egyik fiam is 10 milliót kap egy hónapban, a másik is. Csak az az övék. Mi kapunk 5 millió 300 nyugdíjt. Na, aztán ők is segítnek, vásárolnak. Nagyon szép Gyula bácsi. Láttam. Akkor én a kicsiből veszünk törbúzát, mit is még teszünk egy kicsit le, és el is dugok egy kicsit, muszáj eldugni. És akkor, mikor Maure jött nálunk, oda Segesvárt, ahol szolgáltam, kocsival,
úgy hitták a 100 fiú volt a sofőr, hogy mi is. Vitt ki minket Hérsfalára felé a falukba, hogy vegyünk nekik házi tojást, házi csürkét, töltött récét, töltött húdacsi. És ők egy másik kocsival mentek vadászni. És akkor olyan fényes volt a parkett, és a szőnyeg rajta, és nagy-nagy 22 személyes vagy 12 személyes, milyen nagy asztal volt a nagy ebédlőbe, és én szolgáltam fel. Hát ott annyi tányért rakásba raktunk, egyszer raktuk a sültest, leveses, és akkor a tésztának, és akkor kompótnak, egy annyiból lett, azt ott mikor szedtem el, hát ahol a főnök ett, a György Judis, Izi Maurer, hát tányér alatt volt nekem a pénztére. Hát de úgy féltem tőlük, hogy leszketett a lábam, gondoltam, elcsúszok azon a parketten, és kijöntünk úgy. Ízéltem, már fiatal voltam. És azt mondta az a Maurer, Poli, ülj le mellém, adj kicsi friss víz, taníts magyarul beszélni. Na, és én így tanítottam, gondoltam, így elpisolyogtam, hogyha mondanék neki valami csúfat, olyan tudná, hogy mire tanítom. De csak elmondoltam, nem mondtam. Tiszteletes úr, muszáj elmenjen szolgálni, mert nem volt mit otthon legyen. Né, akkori helyzetben. Nem volt muszáj, aki melyik leány nem tudott szolgálni, az nem is tudott semmit se. Ott a múl. Szőke vizelt, hiszen van már kislány az anyárnak. Hogy az egész, hiszen mentén nincsen olyan betyár, mint én.